Néhány évvel ezelőtt Ments életet néven létrejött egy alapítvány, itt van velünk az egyik alapító Lázár Vilmos, illetve az alapítvány kuratóriumi elnöke Mikola József. És már is rögtön kezdjük az elején egy olyannal, hogy ebben az alapítványban az alapítók között ott van Nagy Feró. Hogy került Nagy Feró ebbe a buliba? Hát kezdő kérdésnek nem rossz. Feró a baráti körnek egy nagyon-nagyon régi őskövülete, ha mondhatom így. És sok-sok évvel ezelőtt azt mondta nekem, hogy Józsi, hogyha én egyszer a nemzet csótányából őrangyallá tudok átminősülni, akkor szóljál. Hát szóltunk. Baba, a kellő időben szóltunk. No, beszéljünk egy kicsit komolyabban a Ments életet programról. Nevezzük ezt programnak? Hát a programról igazából a Józsi tud többet mondani, hiszen az aktív munkát ő végzi az alapítványban, de természetesen azért amiben tudunk, mi is sokat segítünk. Ugye ott vagyunk a rendezvényeken, sőt most legutóbb Domonyvölgyben éppen nálunk tartottunk egy rendezvényt, ami nagyon jól sikerült, és igazából hihetetlen pozitív visszajelzés volt az, hogy azokkal a gyerekekkel, azokkal a fiatalokkal, akik részben az alapítványnak köszönhetően gyógyultak, meg ővelük tudtunk találkozni. Úgyhogy amikor az ember ugye a hétköznapokban elfárad, és már a sok gond, a teher egy kicsit meggörnyezti a hátát, akkor úgy gondolom, hogy innentől kezdve egy igazán mosolygos dologgá válik az, hogy az ember egy ilyen programban, egy ilyen dologban részt vehet. Cél az életmentés, mi a módszer? Akkor én most megpróbálom a komolyságot képviselni. A Ments életet alapítvány gyakorlatilag a nemzeti vérkészlet gyarapítására jött létre. Na most mi azokat a potenciális donorokat szeretnénk motiválni, akiknek eddig eszükbe sem jutott az, hogy fölkelek és elmegyek vért adni. Tudva levő, hogy Magyarországon sokkal kevesebb donor van, mint amennyire szükségünk van, illetve mint amennyi lehetne. Ezen kívül sok más programunk van még, erről most valószínűleg nem lesz időm beszélni, viszont egy nagyon fontos vonalat szeretnék megemlíteni, ha már a motivációt kérdezte. Ez nevezetesen az, hogy szeretnénk megmutatni a donornak és a lehetséges donornak a vér útjának az utolsó fázisát. A vér útjának az utolsó fázisa az a gyógyult ember, illetve a gyógyult gyermek. A most induló kampányunknak a neve egyébként az, hogy valósítsd meg egy beteg gyermek álmát. Ennek az alapötlete tavaly a Balatonon kezdődött, amikor egy magyar üzletlánc segítségével több tucat olyan kisgyermeket, akik a budapesti Szent László kórházban gyógyultak, el tudtuk vinni kirándulni a Balatonpartra. Itt olyan élményekben volt részük, amire korábban nem is számítottak. A kampányindító program, amit a Vili előbb említett, november 23-án a Domonyvölgyben valósult meg, ahol adott esetben volt egy olyan 15 éves kisfiú, akinek az volt a vágya, hogy ő valóságos körülmények között igazi lóval, igazi világbajnokokkal hajthasson. És ez megvalósult. Na most mi várjuk azoknak a jelentkezését, azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, ilyen van bőven egyébként, el kell, hogy mondjam, akik rajtunk keresztül elsősorban valamilyen élményhez szeretnének jutni, tehát szeretnének találkozni számukra híresnek vélt sportolókkal, zenészekkel, televíziós személyiségekkel, és természetesen azoknak a vállalkozó szelleműeknek a jelentkezését is várjuk, akik segítenének. Tehát akiknek rendelkezésükre állnak olyan eszközök, hogy ezzel tudják a gyerekeket élményhez juttatni. Mind a honlapunkon, mind a Facebook oldalunkon megtalálható ez a program. És egyetlen egyet szeretnék még elmondani, hogy nekünk ezzel a programmal van egy másik célunk is. Nevezetesen az, hogy szeretnénk a szülőknek és a gyerekeknek megmutatni, akik még a sűrűjében vannak. Tehát akik nem jutottak még el idáig, akik még a nyomasztó kórházi kezeléseknek a hétköznapjait élik, hogy igenis meg lehet gyógyulni ezekből a betegségekből, túl kell és túl lehet ezt élni, és ezek a gyerekek még nagyon sokat fognak biciklizni, lovagolni, hajókázni, és nagyon sok minden élményhez jutni. Hát az életösztön felébresztéséhez, újraélesztéséhez, vagy abban nagyon nagy szerepe van például egy lovastanyának is akár, mert a gyerekek azt gondolom, hogy azon keresztül igazán megtanulják, nem csak a közösségi, hanem a szociális gondolkodást is. Illetve az, hogy olyan emberekkel találkoznak, akik példaértékűek számukra. Tudunk mondani néhány olyan embert, akikkel ezeken a programokon találkoznak? Jó, vagy találkozhatnak? Kikáltak az eseményben. De az biztos egy gondolat erejéig az érdemes
arról beszélni, hogy a ló, meg a lóval való kapcsolat, meg a lóval való találkozás, ugye ez a terápiának lehet az egyik része. Ezt nagyon komolyan veszik egyébként Magyarországon is, és a világ számos országában, és hogy még az egész sport mellé még pluszban egy élő lény is bekapcsolódik, és még jobban visszakapcsolja a természethez, ezzel csodálatos hatásokat lehet elérni. No, hát akkor... Azt kell mondanom, hogy a magyar zenész, művész és sportoló társadalom szinte egy emberként állt 2-2,5 évvel mellénk, és támogattak minket, és a mai napig támogatnak minket. Egy az, hogy a jelenlétükkel, kettő pedig egyesek, meg kell, hogy mondjam, még dolgoznak is ebben az ügyben, tehát nem várt módon nem csak a jelenlétükkel, hanem aktív tevékenységet is. Ez a legfontosabb. Az alapítvány érdekében. Már magában példamutató. Urak, letelt az időnk, de szerintem beszélünk még erről a témáról. Köszönjük, hogy itt voltunk. Köszönjük. Adjunk vért minél többbe. Így van, ez lenne a végszó. Köszönöm.